Az oldalán csúszva lett meg egy kamion, amely Szeged felé haladta az M5-ös autópályán mintegy 15 tonnányi járóval csütörtökön este. Az üvegeket szállító kamion eddig ismeretlen okból a belső szalagkorlátnak ütközött, és a belső sávban felborult. A sofőrt a mentők kivizsgálásra kórházba szállították, az üveg rakomány egy része a strádán szóródott szét és összetört. A kiérkező tűzoltók a járművet áramtalanították, a műszaki mentés elhúzódott, mert a megmaradt rakományt át kellett pakolni egy másik járműre, ezt követően tudták csak kerekeire állítani a kamiont. Ez idő alatt teljes útzár volt érvényben az érintett szakaszon.